angol, német és spanyol foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek az idén már 6. alkalommal megrendezett Easy Learning táborban, július 4-e és 8-a között. Igyekszünk mindenféleképpen játékos formába tenni ezt, hogy ne egy iskolának érezzék, hanem hogy megismerkedhessenek a nyelvvel. A délután folyamán pedig tematikus foglalkozások vannak, ezen a héten a régésztábor került sorra, így mindenféle dinókhoz és régészethez kapcsolódó foglalkozásokat próbálhatnak ki. A foglalkozások során a gyerekek kreativitásának fejlesztése és a sportolás is előtérbe kerül. Tegnap kézmes foglalkozással indítottuk a hetet, fosszíliákat és dinókat festhettek, és ebből alkottak különböző képeket, de a héten még lesznek nekik sorversenyek, játékos feladatok, ma pedig régészkedéssel fogjuk folytatni a napot, majd egy fosszíliát kell nekik kiásniuk. A legkisebbek számára szokatlan az iskolán, óvodán kívüli tanulás, ezért is próbálja az Easy Learning csapata színesíteni a tananyagás sajátítását. A második nap elejére már mindenki fel tud oldódni, és tényleg játékosan tudnak hozzáállni a feladatokhoz. Igyekszünk nagyon játékos és verseny formában tenni mindezt, és mindig az aznap megtanult szavakat, szókincset kikérdezni valamilyen játékos formában, és így én azt gondolom, hogy mindenki maximálisan élvezi és megtalálja a kedvére való foglalkozást. Az Easy Learning csapata már készül a következő táborra, mely július 18-án veszi kezdetét farm tematikával. A táborra még lehet jelentkezni, melyről részletesebb információt az Easy Learning Facebook oldalán olvashatnak.